A következő kísérlet az egyik kedvenc kísérletem lesz. Az a kísérlet, amely arról szól, hogy nézzünk meg egy pillepalack... Hoppá! Kicsit ragad itt az egy ponton, az ujjamhoz hozzáragad. Tehát itt van ez a pillepalack, itt van ez a dugó, és egy kis cseppfolyós nitrogén lesz, amit még fogunk használni. A cseppfolyós nitrogénből egy keveset öntök ebbe a palackba. Így. Hát körülbelül azt hiszem látszik, hogy ott az alján ott van a cseppfolyós nitrogén. És az is látszik, hogy hevesen forr a cseppfolyós nitrogén. A forrása révén a folyadékból 1800-szoros a mennyiségű gáz keletkezik. Tehát, hogyha én ezt most lezárom, akkor rövidesen az itt keletkező nyomás ki fogja vetni a dugót. Ehhez nem kell sokat várni. Ha esetleg nem vetnék ki a dugót, akkor kicsit távolabb megyek, meg még távolabb. Tehát a helyzet az, hogy mindjárt ki fog ugrani. Ha nem, akkor segítünk neki. Azt hiszem, hogy mindenki jól láthatta, hogy a dugó az a forrás révén kijött a palackból. Megismételhetjük még egyszer a kísérletet, és akkor most már megpróbálunk egy kis fizikát is belevinni a dologba. A környezettől fölvett hő hatására forr a folyadék, és egyre több és, több és több gáz keletkezik. Mivel a tartály nem tud kitágulni, ezért a tartályban növekszik a gáznak a nyomása. Ahogy növekszik a gáznak a nyomása, egyszer csak a dugót nem tudja már benne tartani a surlódó erő, és ezért ki fogja lőni oda föntre. Nézzük meg ezt a folyamatot energetikai szempontból. Ha megnézzük azt, hogy a gáz a tartályban egyre nagyobb és nagyobb nyomású, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz a feszítőerő, egyre magasabbra fog fölmenni a dugó. Ha esetleg széttörne a palack, akkor egyre nagyobbat és nagyobbat durranna. A fizikus szempontjából megpróbálnánk ezt értelmezni, akkor azt mondanám, hogy szorozzuk össze ennek a tartálynak a térfogatát a tartályban mérhető nyomással. Ugye a térfogatot köbméterbe mérjük, a nyomást az pedig newton per négyzetméterbe. Ha a kettőt összeszorozzuk, akkor newtonszor méter lesz, amit egyébként erre itt az intézetünkben, úgy is mondhatnánk, mifelénk az energia mennyiségének zsúlnak hívunk. Tehát az első lépésben tapasztaljuk azt, hogy van egy térfogati, vagy ha úgy tetszik, nyomási munka. A következő pillanatban, amikor ez elszáll, akkor a dugónak sebessége lesz, annak a dugónak, amelynek a kísérletünk kezdetén nyugalomban volt, a sebessége nulla volt, és akkor ennek pillanatokon belül mozgási energiája lesz, 1/2 emszer V-négyzettel lehet megtudni, és ennek is éppen zsúl lesz a mértékegysége. Ahogy a sebesség egyre jobban csökken és fölér a tetőpontra, és ott éppen nullává válik a sebessége, ott leírhatjuk ezt az energiát úgy, hogy M-szer G-szer H szorzattal, aminek hogy-hogy nem megint csak zsúl a mértékegysége, és ennek eredményeként azt látjuk, hogy nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia. És mindezt a környezet hőjéből szedte össze. Következőkben a kísérletünket egy picit meg fogjuk változtatni, megismételjük majd megint, de egy kicsit másképp. Pótoljuk az elforrt cseppfolyós nitrogént, ide leteszem, beleteszem a dugót, megfordítom, és várunk egy kicsit, egyszer csak a pillepalack fogja magát, fölemelkedik. Köszönöm szépen. A pillepalack fölemelkedik, és lényegesen nagyobb sebességre fog felgyorsulni, mint a dugó. Ugye, az a helyzet, hogy csak úgy halkan súgom meg, hogy nem az első nyomot találjuk ott fönt, tehát ezt a kísérletet nem most mutatom be először. No tehát, hogyha mindjárt, ha megengeditek, akkor elmondanám, hogy mit láttunk pontosan. Azt láttuk, hogy a cseppfolyós nitrogénből keletkező gázok lényegesen nagyobb sebességre gyorsítják föl ezt a palackot, és ezt azért teszi, mert, és akkor most kéne mondanunk valamit. Az a kérésem, hogy próbáld meg a kezedbe venni ezt a két edényt, vagy ezt a két tárgyat, és a nehezebbiket emeld föl, amelyiknek nagyobb a súlya. Hát a dugónak nagyobb lesz a súlya, vagy ha úgy tetszik, nagyobb tömegű, akkor tulajdonképpen nagyjából azt mondhatjuk, hogy kezdjük megtalálni azt az okot, hogy vajon miért lett
ennek nagyobb a végsebessége, a kisebb tömegűnek nagyobb lesz a végsebessége. De azért, hogyha azt kérdezném, hogy sokkal könnyebb volt ez? Nem. Ugye ezt határozottan mondhatjuk, hogy nem, akkor viszont valami másnak is kell még lenni, nem csak az, hogy ennek kisebb a tömege, hanem az is, hogy ennek a folyamatnak még valaminek kell lenni. Na nézzük meg pontosan, hogy mit is tudunk mondani. Hát azt tudjuk mondani, hogy amikor én beleteszem a cseppfolyós nitrogént, itt van az alján, beletesszük a dugót, akkor a kilövés pillanatában a cseppfolyós nitrogén nyugalomban marad. Nyugalomban marad az edény is, meg a nitrogén is. A dugó repül el egyedül. A dugónak a gyorsítása körülbelül itt befejeződik, mert amikor már kellően távol van a palaszol, akkor a kiáramló gázok nem tudják tovább gyorsítani. Amikor beleteszem a cseppfolyós nitrogént, lezárom dugóval és átfordítom, akkor az történik, hogy itt van a dugó alul, ide kerül a cseppfolyós nitrogén, és amikor ez elszabadul, akkor először hátra löki a dugót, aztán hátra löki a cseppfolyós nitrogént, és még ki fog áramlani a nagynyomású levegőt, tehát egy 3 fokozatú rakétát készítettünk. Ettől lesz egy ennyivel gyorsabb. Persze mindenki mondhatná, hogy ismételjük meg, azért nem tudjuk, mert ez így eltörött, tehát ez a nagy sebesség hatására fogta magát, hirtelen megállt, és ilyenkor el szokott törni, tehát nem itt törik el, hanem alul, ez is egy érdekes dolog. De mivel, hogy én készültem, egy kisebb palackot még hoztam, úgyhogy megint csak meg tudjuk csinálni a kísérletet, tehát annyit fog tenni, hogy a cseppfolyós nitrogénből egy keveset ide teszünk, beleteszem a dugót, így, átfordítom, és akkor csak várnunk kell egy keveset, és egyszer csak a pille palackunk úgy, ahogy tapasztaltuk, az elment. Köszönöm szépen!